Zsúfolt partok várják azokat, akik csak a víz mellett bírják a 40 fok körüli forróságot. A balatoni büfések nem örülnek a hőségnek, és a szabadban dolgozóknak sem könnyebb. Ebben a funyodi konyhában délelőtt még nem is volt igazi nagy üzem, de már ekkor olyan meleg volt, hogy nem lehetett megmérni a hőmérsékletet, ugyanis a hőmérő 40 foknál kiakadt. Kiakad a hőmérő, úgyhogy pontosan nem tudom megmondani, mert 40 fokig mér, és ott ki szokott akadni. Amikor minden sütőnk, minden fritőzünk megy, a halas sütőnk például 25 literes olaj van benne, és hogyha az be van gyújtva, és folyamatosan halat kérnek, tehát az nagyon tud fütteni. A Balaton parton a vízhez közel vastag ruhába öltözve nyírták ma a füvet a Balatonfenyvesi Önkormányzat munkatársai. Itt ilyenkor korábban kezdenek és korán végeznek, és senki nem szól, ha elfáradnak és leülnek az árnyékba megpihenni. Ha van hőségriadó, ha nem, akkor a közmunkásaink nyilván megkapják a szükséges védőitalt, sőt ilyenkor úgy szoktunk rendelkezni, hogy maximum délig dolgoznak, tehát figyelembe vesszük azt, hogy borzasztó melegek vannak. A strandon már sokkal elviselhetőbb a helyzet. Aki szerencsés, az a hőségriasztás idejét a vízparton, sőt bent a vízben vészelheti át. Az ország keleti részén is a vízhez menekül, aki csak tud. A Berekben, Tivadarnál, a Tiszában is sokan kerestek egy kis felüdülést. A kisgyerekesek azt mondják, hogy a legkönnyebben itt lehet elviselni a kicsikkel a kánikulát. Azt hittem, hogy rosszabbul fogják, de nem. Meglepő módon jól bírják. Menjünk be a vízbe. A vízbe a legjobbat lehet a legjobban bírni, ugye? Menjünk akkor, jó? Menjünk. Na, integes a bácsinak egyet. Közben a vízimentők is óvatosságra intenek. Azt kérik, hogy az alapvető szabályokat mindenki tartsa be fürdőzéskor, felhevült testtel, teli gyomorral, sörözés után ne menjenek hirtelen a vízbe, és ismeretlen helyen ne ugráljanak fejeseket, mert ezek megszegése könnyen tragédiához vezethet.